Sziasztok! Könnyen azt hihetjük magunkról, hogy mi csak is racionális, jól átgondolt döntéseket hozunk. Azonban ez az igazságtól nagyon messze van. A közgazdasági Nobel-díjas pszichológus Daniel Kahneman és kutatótársai rengeteg kísérletet végeztek el, amelyek igazából mára bebizonyították, hogy a legtöbbször teljesen automatikus döntéseket hozunk meg. Az agyunk Kahneman szerint két rendszerben gondolkodik. Az első rendszer teljesen automatikusan működik. Igazából nagyon kevés vagy nulla erőfeszítéssel. Ilyen az, amikor például azonnal eldöntjük valakiről, akit még csak nem is ismerünk, hogy szimpatikus-e a számunkra, vagy sem. A második rendszer már sokkal több erőfeszítést igényel. Ilyen az az eset, amikor például mondjuk a kollégáinknak prezentálunk valamit. Az első rendszer gyors, intuitív és érzelmes, a második rendszer pedig nagyon lassú, megfontolt és logikus. Fontos, hogy az első rendszert nem tudjuk leállítani, teljesen önkéntelenül működik. Erre az egyik legjobb példa az optikai illúzió. Hiába tudjuk, hogy csak egy optikai csalódást látunk, az agyunk ezt nem tudja figyelmen kívül hagyni. Nézzétek meg az alábbi képet. Ti hogyan láttátok először a házat? Az udvari nézőpontból, vagy az utcán a sarkon álló nézőpontból láttátok először? Tehát az első rendszer automatikus javaslatokat, érzéseket, intuíciót generál a második rendszer számára. A második rendszer pedig ezeket hiedelmekké, önkéntes cselekvésekké alakítja át. Kiváló példa a két rendszer működésére, kapcsolatára, annak a tűzoltónak az esete, ki a megérzése miatt kiparancsolta az embereit az égő házból, holott erre semmilyen racionális magyarázat nem utalt. A ház pedig pár perccel később teljesen összeomlott, mindannyian igazából bent égtek volna. De ő hallgatott szerencsére az intuíciójára, és kiderült erről, hogy amikor ezt jobban átgondolta ezt a döntését, hogy ez nem csak megérzés volt. A kapitány rájött, hogy a füle szokatlanul forró volt, míg a tűz rendkívül halk, ami akkor fordul elő, amikor a tűz a pincében tombol. És annak pedig az a következménye, hogy a ház rendkívül gyorsan össze tud omlani. Az alattomos része agyunk gondolkodásmódjának az, hogy gyakran igazából nem is vesszük észre, hogy a bonyolultabb kérdést igazából egy egyszerűbbre cseréltük le. Tehát azt mondhatjuk, hogy vakok vagyunk a vakságunkra. A döntéshozatalunk során igazából ezek a cserék rengeteg sok torzítást eredményeznek. Ha viszont ugye ezeket megismerjük, akkor amikor valamilyen döntést hozunk és odafigyelünk erre, akkor igazából garantáltan jobb döntéseket fogunk hozni. Ez lenne a célom, hogy ebben segítsek neked, ebben a néhány perces videóban, ahol Daniel Kahneman Gyors és lassú gondolkodás című könyvét ajánlom a figyelmetekbe. Ebből fogok megosztani veletek három olyan torzítást is, amelyek megismerése segíteni fog abban, hogy jobb döntéseket hozzatok. Az első az a héló hatás. Ez a torzítás kifejezetten az emberismeretünket nehezíti meg. A héló hatásról akkor beszélünk, amikor pozitívan gondolunk valakire, vagy valamire, és ezt a pozitív véleményt kiterjesztjük az egész személyre, dologra. Vegyünk például egy nagyon vonzó személyt. Sokkal valószínűbb, hogy őt intelligensebbnek és rátermettebbnek is fogjuk gondolni másoknál, még igazából akkor is, hogyha erre igazából alapvetően semmilyen bizonyítékunk nincs jelenleg. Ha pedig még kedveljük is az intelligens embereket, akkor mivel intelligensnek gondoljuk őt, még jobban fogjuk kedvelni őket, mint korábban. Úgyhogy így könnyen egy olyan visszacsatolási hurokban találjuk magunkat, mindenféle ok nélkül azt vehetjük észre, hogy egyre jobban megkedvelünk valakit. Az első rendszer tehát könnyen és nagyon gyorsan kiterjeszt egy szimpatikus tulajdonságot egy ember teljes személyiségére.
Igazából ezért is lepődnek meg nagyon sokan, amikor egy olyan emberről, akit ugyan nem ismertek, de szimpatikusnak találtak, valami szörnyűség derül ki. A második a megerősítési torzítás. Ez az egyik leggyakrabban előforduló torzítás a hétköznapokban. A lényege az, hogy az új információt úgy értelmezzük, hogy az megerősítse a saját, már korábban létrejövő meggyőződéseinket. Ezt persze szintén nem tudatosan tesszük. Ilyen az, amikor például szelektíven figyelünk azokra az adatokra, amelyek megfelelnek az előzetes meggyőződésünknek, és elvetjük azokat az adatokat, amelyek nem felelnek meg annak. Szintén erre a torzításra jellemző, amikor olyan forrásokat keresünk, amelyek hajlamosak megerősíteni és olyan adatokat szolgáltatni, amelyek megerősítenek minket szintén az előzetes ismereteinkben, és elutasítjuk azokat a forrásokat, amelyek meg ellentmondanak ugye a meggyőződésünknek. Ugye, ráadásul ebben a torzításban még a memóriánknak is hatalmas szerepe van. Azokat az információkat, amelyek megerősítik a meggyőződéseinket, könnyebben fel tudjuk idézni, míg ugye azokat, amelyek ellentmondanak annak, hát azokat pedig sokkal nehezebben. A harmadik az a kilátás elmélet. A kilátás elméletnek az egyik elve kimondja, hogy ugyanakkor a potenciális veszteség erősebb érzelmeket vált ki belőlünk, mint az ugyanakkora várható nyereség. Ugye ennek igazából köze van az evolúciónkhoz, hiszen azok az élőlények maradhattak életben tovább, amik gyorsabban észrevették a fenyegetéseket. Az agyunk így úgy van húzalózva, arra van igazából kalibrálva, hogy gyorsan reagáljunk a rossz hírekre. Érdemes igazából megnézni a média működését is, hiszen a szinte teljesen erre épít. Sokkal több kattintást kapnak az olyan hírek, amiben valami negatív, szokatlan, eddig ismeretlen, elképesztő dolog történt. Ugye ez a jelenség megfigyelhető a negatív kimenetelű eseményeken való agyaláson is. Amikor elmegy például a táborba a gyerkőc, nem azon agyal a legtöbb szülő, hogy mennyi fantasztikus új élmény éri majd a gyermeket, hanem elképzeli azt a 100 eseményt, ahogyan baleset érheti a csemetéjét. Ezzel igazából összefüggésben a kutatók azt is megfigyelték, hogy sokkal jobban érezzük magunkat, ha valamit biztosra vehetünk. Mielőtt megosztanék veletek néhány további gyors, hasznos tippet, szeretném, hogyha ma biztosan hoznátok legalább egy jó döntést. A videó leírásában találtok egy linket, miután ezt megkattintottátok, regisztrálni tudtok a Tudástár Klubba, ahol több mint 120 ehhez hasonló, a mindennapi élethez hasznos tananyagot fogtok találni. És ez igazából mindössze egyetlen egy könyvnek az árába kerül, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel csak is kizárólag nyerhettek. Kattintsatok a linkre, regisztráljatok, majd találkozzunk a következő klubtalálkozón személyesen is. Az első további tippem az, hogy egy-egy fontos döntés előtt érdemes ennünk, hiszen a több glükóz segít fenntartani a kognitív teljesítményünket. Ugye nem véletlenül mondták legalábbis nekem a tanáraim még régen, hogy együnk legalább egy-két falatot, mielőtt írnánk egy dolgozatot. A különböző hatásokkal, tévedésekkel szemben annál sebezhetőbbek vagyunk, minél inkább leterheltebb a második rendszerünk. Ezért a nagyobb, fontosabb döntéseket például ne este, hanem reggel hozzuk meg. Ugyanígy azt javaslom pénzügyi tanácsadóként, hogy ne vásároljatok este, mert sokkal könnyebben kinyitjuk a pénztárcánkat olyankor. A második ilyen gyors kis tippem az az, hogy az érzelmi állapotunk is befolyásolja a gondolkodásmódunkat. Amikor szomorúak vagyunk, a megérzéseink igazából fele annyira pontosak, mint amikor jól érezzük magunkat a bőrünkben. A harmadik azzal kapcsolatos, hogyha azt vesszük észre, hogy valaki minél inkább a szélsőségek bemutatására törekszik, akkor igazából annál valószínűbb, hogy befolyásolni szeretne minket. A következő, hogyha minél könnyebben emlékszünk valamire, annál lényegesebb dolognak gondoljuk. Ez egyébként ugye így fordítva is igaz. Minél nehezebben emlékszünk valamire, annál kevésbé érezzük fontosnak azt.
Például, amikor meg akarjuk becsülni egy eseménynek a gyakoriságát, és könnyen eszünkbe jutnak rá példák, akkor valószínűleg nagyobb értéket fogunk megadni a gyakoriságára. Milyen eseményeket becsülünk túl rendszeresen? Ilyen például rendszeresen azok az események, amik ugye erős érzelmeket váltanak ki belőlünk. Ilyen lehet egy terrortámadás, vagy mondjuk egy repülőgép baleset szerencsétlenség. De ugyanígy túlbecsüljük azoknak az eseményeknek is a gyakoriságát, amik a közelmúltban történtek. Ugye azért, mert erőteljesebben emlékszünk rájuk, és ezért ugye fontosabbnak is gondoljuk azokat. A személyes tapasztalatot is túl szoktuk igazából értékelni. Amikor házaspárokat kérdeznek meg, hogy a házi munka hány százalékát végzik el, szinte mindig több mint 100%-ra jön ki a két válasz összege. Végezetül pedig komoly döntések esetén érdemes pár nap különbséggel újra és újra elővenni a kérdést, és egy előre felállított szempontrendszer alapján átgondolni a lehetőségeket. Nagyon remélem, hogy hasznos volt számotokra ez a néhány gondolat. Ha így volt, akkor iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, hamarosan találkozunk. Sziasztok!